A terület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végeztek és végeznek ma is. A képviselőtestület a kerületi díszpolgára kitüntetést Radóci Mária iparművésznek adományozza. Radóci Máriával tínédzser koromban találkoztam először a Radóci Mária galériában. Akkor is nagyon megragadó volt már a galériának a hangulata, és ez nem kevésbé köszönhető annak, hogy Máriának a személyisége ilyen. Azonban az ő élete ennél sokkal rétűbb, tanított kerületi iskolákban, így fiatalok nagyon sokat köszönhetnek neki, de talán kevesen tudják, hogy a kerületi idős ellátásban is tevékenykedett, hiszen az idős klubban is művészeti foglalkozásokat vezetett. Nagyon sok kerületi művész került ki az ő keze alól, nagyon sokat segített ahhoz, hogy megrendezésre kerülhessen az első tárlatuk, és itt elindulhassanak az önálló úton. Nagyon jótékony Mária, nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy a körülötte élő rosszabb sorsú embereken segítsen közösségeken, és arra is nagyon nagy figyelmet fordít, hogy ne szakadjon egy erdélyi gyökereitől. Azt gondolom, hogy idén is kiválóan választott Budafok tétei közössége és képviselőtestülete. Radóci Mária személyében egy olyan művészt köszönhetünk a díszpolgáraink sorában, aki méltán képviseli azt, amiért otthonunk Budafok tétei. Büszkék lehetünk erre, Isten éltesse Máriát! Radóci Máriát több mint 25 éve ismerem. Kezdetben gyermekeim művészet iránti érdeklődését ápolta, így hamar részesévé váltam a Pince Galéria kiállításainak, rendezvényeinek. Máriával öröm találkozni, szeretetteljes, nagyon nagy humora van. Mély benyomást keltett számomra, amikor a szociális szolgálatnál dolgoztam, és az idősek klubjában kézműves foglalkozásokat tartott. És azt tapasztaltam, hogy ugyanolyan szeretettel, türelemmel és mélységes alázattal foglalkozott velük, mint a galériában a fiatal művészekkel. Rendkívül ilyen örülök, hogy az idén Mária kapta a díszpolgári kitüntetést. Kérem Radóci Máriát, fáradjon a színpadra. Továbbá kérem Bakos Miklós díszpolgár urat, aki a 2021. évben részesült díszpolgári kitüntetésben, ő is jöjjön fel a színpadra, és Karsai Ferenc polgármester úrral adja át a díjat.
beszédét, majd írja be nevét a pulpituson található díszpolgárok könyvébe. Köszöntöm Önöket! Tavaly, amikor megkaptam a Budapesti díjat, akkor volt egy hiányérzetem. Pontosan erre a meleg hangulatú, szeretetteljes tapsra vágyottam, amit ott nem kaptam meg. Úgyhogy köszönöm ezt is minden. Az nagyon sok embernek a dicsősége áll, nem csak az enyém. Először is meg kell köszönnöm a segítségét férjemnek, Bajs Gábornak, aki ezt az előbb látott galériás feladatot segítette szakmai tudásával, zenei tudásával meg tudtuk valósítani ebben a galériában az oda látogató emberek számára, hogy a képzőművészet, a zene és az irodalom egységét láthatták. Mindig úgy éreztük, mint a ketten, hogy ez egy bizonyos műveltséget adott, tehát hogyha valaki bejött hozzánk, betért hozzánk, akkor ezekkel a műveltségi morzsákkal távozhatott. A sok embert nem akartam én itt most felolvasni, de állítólag nem néztem hátra, a hátam mögött megjelent egy hatalmas névsor. Hát én nem vagyok ellenőriztem egy kicsit. Azok az emberek, akik 15 éve nekem gyűjtögették az aláírásokat, majd javaslatokat tettek, mind szerepelnek. Aki nem szerepel rajta, azért talán, mert elfelejtette közölni, hogy írt miattam mondjuk egy ajánlást. Úgyhogy akkor elnézést kérek. A következő köszönetem, hálám a díszpolgároké, akik javasoltak, valamint megköszönöm Karcsai Ferenc polgármester úrnak, Szegesfalvi Anna a polgármesternek és a képviselőtestületnek, hogy én most itt állhatok. Minden jót kívánok és köszönöm. Karsai Ferenc polgármester úrnak is az egész estés közreműködést.